nem lesz érzelünk kötelen. Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit Bükköst állomáson. És ma is egy vonalbejáró videó lesz. Végre egy hosszabb szület után most már tényleges. Amikor a 40-es vonalon, a régi nyomvonalon fogunk elmenni, egészen Abaligetig, követve a régi nyomvonalat. Egyébként most Bükkösdön vagyunk, és még ábent egy tehervonat is, és részben a régi nyomvonal az még itt az iparvágányon van. Ha szerencsénk van, akkor még azt a tehervonatot, ami ott van a háttérben, azt is látjuk majd munka közben. Mert az biztos, mert a mozdonyal arrafele áll, úgyhogy biztos, hogy a bányába megy. És akkor ez volt a régi átmenő fővágány, ugye idegen vezetőnk Vacsora Jani, és itt van velünk. Úgyhogy Jani szervezte a túrát. Amire én most csak jelentkeztem, de hát ez most nem egy ilyen saját szervezésű volt, ezt Jani szervezte. Mindjárt nekem is fel kell venni a mellényt, mert megyünk olyan helyekre, ahol közel van az űrszervény. És hát itt már az állomás épületet már mutattam, csak közben átjöttem oldalra, mert ilyen másik irányból süt a nap. És akkor nekünk meg majd arra kell mennünk. És ezt nézzétek, ez viszont az első hídték. Ez még a régi nyomvonalnak épült ez a híd. 19. század közepén, mikor még a vasbetont nem ismerték. A következő a nyomvonal kollekciónál, ennek a hídnak a másik része az már vasbetonból épült, de ez még a régi. És akkor itt csatlakozott be az tehát ott a földút ja, helyén ment egykor. Igen, vágány, mert magikrácokat találtam. És valószínűleg a kosolompó ugyanígy volt itt, tehát még rendes tekerősnek kellett lennie. Akkor ez lett itt az átmenet felagra, és akkor nyilván ott abból a szolgálati lakásból, vagy olyan helyből kezelhették a sorompót is. Hát a vonóvezeték kijövetett eddig. Igen. És akkor ott megyünk oda, akkor megnézhetitek, hogy néz ki az új. És ez itt az új híd, amit már a kollekciónál építettek. És akkor talán még itt látszik, azt mondod, hogy itt még látszik a boltív? Igen, és egyébként tényleg, tehát látszik, hogy a boltíves mellé ide lakták. Nyilván a fénysorompót is akkor telepítették ide a korábbi sorompó helyett, amikor a korrekció történt. Itt vagyunk a 1944-es szervényben, és valahol itt ment a régi nyomvonal. És egyébként ez a kollekció, amikor a 70-es években történt. Hát 70-es évek vége. Akkor jutott a kideg, tehát valamikor 70-es évben elkezdték, és a vége fele be is fegyezték, még az ótozás előtt megcsinálták a kollekciót. Ezt pedig szerintem a Bükkösdi tábla, ami van itt ma túloldalról. És bizony ez volt a Bükkösdi. A Bükkösdi állomásnak az eleje. Ja, ez a töltés itt ment, igen. Helyenként látszik, sok helyen benőtte minden. De ja. Tuti. Ezt nézzétek, ez itt egy Bisbell kábelnek a darabja. Ez meg a... Ez rendes alumínium. Ja, az egy ilyen, igen, ilyen távírópózna. Legalábbis annak a faanyaga, az az oszlopnak. Itt van az első tárgyi emlék a sütvonalról, ez bizony egy oszlopcsonk. Egy távírópóznának a maradványa. De itt valamit már terveznek itt a nyomvonal a helyén, mert nézd meg ezeket a sok kézékarókat. Ezt földmérők rakják ki. Hát erre ment a régi nyomvonal. Jelzőnek az a betonjai, ami közben. Ja, a beton alapja a jelzőnek? Az mondjuk lehet? Csak nem ezen az oldalon kellett lenni, hanem a túloldalon. És akkor itt... Ja, és ott lehetett a cső átövesz, amit végül is betemettek már. Ja, látom. De itt van egy ott töltési vonal, az látszik. Nyomban innen viszont jól, igen, az ott a villanypózna fele ment tovább. Kifelé. Szerintem egy szilis személyi vonat, hogy úgy intenzíti. És erre folytatódik. Akkor ez volt a kis vasút töltés, ezt mondjuk. Igen. És volt ilyen szintben ivágányátszerés, vagy pedig alulról, felülről, vagy valahogy...
megközölte. Annak szintjében volt a nagyvasútészet. Ilyen akkor olyan vágányátszerés volt, mint kisküldésnél? Szerintem igen. Mert nem tudok, hogy ilyen is lett volna, bár lehetően kézzel, a kisvasutat nagyon régen felszedték. De a kisvasutnak van olyan térkép, ami mutatja. Csak általában akkor vagy alatta, vagy felette szokták elvinni. Hát ez az oszlophoz, hogy hát ez itt volt a régi töltés, nem? Igen, és arrébb lesz majd egy másik. Aha, és valami jönni fog. Oszlop. Hát akkor milyen keresztel? Hát szerintem tehervonat lesz, nagyon csattogós. Ott van. Nézzétek, itt van még egy oszlopmaradvány, csak ez már eléggé legviselt állhodon. És valami zaj is van a háttérben, tehát lehet, hogy megint jönni fog egy vonat. Lehetem a kőbe anya. Hát... Lehet, azért nem hiszem, hogy ilyen gyorsan tél közel utána küldenek még egyet. Hát vasúthoz tartozott, az biztos, hogy valami ölhely lehetett itt. A sidák mellett, majd mindjárt megnézzük. Majd nem tudom, hogy kívül lehet itt a videózni róla. Ez itt egy melléképület. Hát... Kábeleket már kezdték kiszaggatni a falból. Hát látjátok, ott van a fővonal a háttérben. Hogy itt nem volt a nyomon a kollekció, nem is nagy különbség a régi meg az új között, mert itt van a fővonal a háttérben. Nem, egy olyan 20-30 méter lehetett a távolság. Ja, és itt a kerítés oszlop. Akkor mindjárt megnézem még ezt a nagy épületet itt. Az biztos, hogy lakatlan. De itt még a lugas is megvan, itt volt a szőlő. Villanyórát elvitték ma. Na, azt nézzétek, hát... Igen, na, itt volt a villanybekötés. A villanyóra már nincsen. Viszont a vezetéket nem vágták még le. Itt van a fáskamra. Mellette a kerti budi. Ez meg gondolom valami tyúkketrec lehetett. Ez pedig itt a disznó volt. Mellette pedig egy melléképület, hát majd mindjárt megnézem azt is. Aztán meg majd szétnézek bent a házba is. Na, itt volt a garázs. És akkor immár benne a házba, hát ez lehetett valószínűleg a konyha. Tartjuk, és akkor itt a nagy szoba, kis szoba. Hát itt hiányzik a falból egy darab. Ez, szerintem ez lehetett a budi. És akkor itt volt egy fürdőszoba, fürdőkáddal, ott lehetett venni a falon a bojlán, a hűthelye megvan. És hát ugye nagy szoba, kis szoba. Hát itt leszakadt a ledvény. Van itt még egy pince, de hát ennyi az egész. És itt van még a ház kívülről. Ja, tehát jártál már itt, és akkor csináltál itt egy ösvényt. Na most jól jött, hogy némi bozótiltást azért végeztél. Milyen jól jön. Holott én ott mentem, de itt talán egy kicsit. De itt a régi nyomvonal. Most... Eddig viszonylag könnyű részen mentünk, most olyan nehezebb. Na. Na ezt nézzétek, ez viszont biztos, hogy a régi nyomvonalból, ez egy távíró szigetet. Na szóval egy távíró oszlopra a névű porcelán szigetelő. Ez tartja a vezetéket. Hát majd a Petek, ami nézi ezt a videót, szakszerűben el tudja mondani, hogy mi ez, de a távíró vezetékeknél használják. Hát igen, ez a MÁV, tehát itt a MÁV szerzett elekhatárjelző. És ott van kint a főút. És itt köztem meg a bükkösdi patak. Itt a bükkösdi patak. Aha, hát igen, és ennyi. Itt közel vagyunk a közúthoz is.
És egy régi szelvénykő. Nehezen kiolvasható már, hogy melyik volt. Hát annyit tudok, hogy 1940 valamennyi. De a vonalhoz tartozott. Hát szerintem 3-as a vége, vagy 8-as. És egyébként igen, tényleg az a vonóvezeték tartó felborítva. De hatalmas beton alapot hagytak neki. Igen. A vonóerőt azért ki kellett, hogy bírja. És hát erről jöttünk, itt mellettünk itt van a fővonal. Ott a háttérre meg egy kőbánya. Jó, akkor errefele még nem találhatunk érdekességeket. Elődjünk a kőbe. Hát itt azért elég szépen megmaradt a régi nyomvonal. Na, közút meg a vasút között. Itt egy átevesz. Itt ment a vasút, és van egy átevesze. Jelenézem közelebbről. Igen, itt van az átevesz, hát félig már betemették, de itt van. És itt a következő átevesz. És innen jól látszik a nyomvonal is. Most egy kicsit eltávolodtunk a fővonaltól. Gyerünk vissza a töltésre. Ja, másik oldalt nem volt felirat, de... Ja, meg itt van a vonóvezetéktartó is, még ami látszik. Ez nem, az a telefon volt. Ja, telefonvezeték? Szerintem telefon. És tényleg ott van 1957. És itt van a bükkös patak. Ja, ennyire csúszik. Próbáljatok meg akkor a túloldalon. Hát nem szerintem, akkor majd ott az égen, a fába kapaszkodva föl lehet azért. Na, viszont ez két kéz kell, úgyhogy a kamera elpakol, de én is ugye itt fölbászok. Baktam át magam én sem, mert ez nagyon sűrű. Ja, hát jaj, itt megy a töltési. Hát jaj, jaj, hát azt látom, ez nagy bozótos, vagy ezt kikerüljük valahogy. Igen, talán ezzel a szederrel. Könnyebb. Hát igen, ott van a háttérben egy területjelző, meg néhány elszólt porcelán szigetelő. Igen, ott van. Szépen olyan. Tekintést is arra, hogy onnét jöttünk. Bizony, azt akarom megnézni, és itt van egy térköz, meg egy pályatelefon, mézga csatlakozóval, de egyébként arról jöttünk, ott van a végi nyomvonal. Valami jön! És itt keresztezi az újat, jön. És vonat jön át az alagúton, ugye itt van kettő is rögtön. Ugye ezek ma az a baligeti alagutak, hát ez egy fölött. És ez itt egy kék lap. De tényleg innen nagyon jó lehet fotózni is, meg videózni is. És egyébként mi arrafele fogunk tovább menni, mert a régi nyomvonal az ráépült az iparvágánynak. Ezért az iparvágány épült rá a régi nyomvonalnak a töltésére egy részen. 100 méter hosszú. Hát ez ami a Bükkösdi kőbányába megy. Ott arrafele látszik a nyíltvonali kiágazása, védőcsonkával, mindennel együtt. Éppen itt látszik a két alagút. Ez a két rövid, ez az Abaliget 1, meg az Abaliget 2, meg ott van egy híd. Az alatt megy. És ugye három Abaligeti alagút van, ez a két rövid, meg van egy hosszabb. Akkor ezt nézzétek, itt van az iparvágánynak a vége. Van egy fénysorompós átjáró, ahol a főútról ide be lehet jönni a kőbányába. Mutasd meg a tájat. Itt van egy kis mini rendező. És hát igen, itt a táj. Hát. Szép kősziklát. Ja, szépen ezt a kősziklát bontják. Az meg ott azért ott az a rendezőnek az épülete, onnan irányítják itt a forgalmat, gondolom. Igen. Váltókat meg egyeneket innen tekergetik. Kézi állítású, kulcsos. És ez még egy tengelyszámláló? Vagy hogy mi? Azt nem tudom. Ebb semmi. Hát innen jönnek. És akkor még arrafele tart tovább a régi nyomvonal? És ott, ahol a mi a fene van a váltó. Ja, ott kéne lemenni? Utána térünk le megint. Aha. És akkor ott megint lesz egy gyönyörű szép nagy betonhíd. Azon is van épszám. Szám is nem tudom, de és itt van a híd. Ezen ment át a régi vasútvonal. Hát ilyen most kerülnünk kellett a főút fele, mert máshol nem tudunk ide bejönni, de ennyi látszik a hídból. Hát majd valahol visszamegyünk a töltésre, ahol sikerül. Most itt vagyunk a közúton. És akkor itt vagyunk a nyomvonalon, csak kerülni kellett egy kicsit. Hát ennyi, igen, ott átvágták a töltés, azért nem tudtunk itt bejönni. Hát erre fele megy tovább. Persze, vezetéktartó volt. Nem látni a vezetéktartó. Ezt meg ide lakták ezt a baszott nagy követ, hogy ne lehessen bejönni. Jó, hogy ott fogni. És akkor itt volt egy őrhely valamikor. De majd a fentről pontul megnézzük, hogy van-e valami nyoma. Ugye? Itt valamennyire látszanak az őrháznak a nyomai. Meg a fenyőfa talán. Igen.
Hát. Mindig volt önház mellett. Hát igen, mert általában gesztenyefákat ültettek a vasút mellé, mert az jól felszívja a vizet. Majdnem minden vasút állomáson van. Hát mehetünk tovább, ugye mutatom, hogy merre megy a töltés. Hát, ja, és akkor itt ráadásul közútként folytatódik, ugye hát ilyen dűlő útként. Úgyhogy legalább könnyű lesz rajta menni. Ja, szóval ez egy átelet volt valamikor. Fénykorában, és arrafele kell tovább menni. Hát itt jól látszik a töltés, hogy itt az jó kiadja az ívet, és akkor hogy vissza a fővonalhoz. Mert ez meg valahol arra van. Ott nagyjából annál a villanypóznánál ott a háttér ott van az alagút vége. A másodiknak. És itt egy szelvénykő, ami ketté van törve. És sikerült helyreállítani. És erre megy a régi nyomvonal. Ez egész jól járható. Szerintem a fővonalig ez így meg lesz. Ezt nézzétek, egy újabb tárgyi bizonyíték. Ez egy alátétlemez. De még a sincsapad is ott van, meg a geóra erősítés. Tehát errefele jöttünk, és mindjárt mutatom, hogy itt keresztezni fogjuk majd a fővonalat. Régi nyomvonal itt találkozik az újjal. Akkor itt vagyunk a... Igen, egyik alagút, másik alagút, és nekünk a kettő között kell menni itt. Itt errefele tovább. Így ezt nézzétek, egy pár porcelán szigetelő. Meg jó pár sincsa van így egybe. És akkor itt megyünk tovább. Onnan felől arra. Aha. Na túl a vezetőnk, úgy tudunk átmenni a patakon. Ajjaj. Hát azon át kell ráugrani. Hát az lenne a legjobb, csak tényleg, hogy visszatisznám. Mert szerintem nem nagy az, ahogy néztem, szerintem még ott is át lehet ugrani. Hát nem tudom, én sem bizonytalan vagyok vele. Mindjárt megnézem. Nézzétek itt, na itt van valahol a régi töltés. Próbálunk rajta menni. Ott van egy gömbös kóla üveg. Ja, meg itt van az ágyazatkő, itt látszik, tehát ez tényleg a töltés volt. Itt egy alakjelzenek a csonkja. Nem megálló hely volt. Ja, a fővonal az ott van fönt, és 70 hely megálló után vagyunk. És arra kéne tovább menni. Ó, és nem tudunk, hát majd megyünk ott a töltés tövébe. Itt vannak a méhek. Ezt nézzétek, itt van egy megmaradt alfa. És errefele ment tovább a töltés, ott meg van a focipálya. És hát itt ment az egykori vasút a focipályának a szélén, és itt most a töltésen állok. És egyébként valahol arrafele van a fővonal. Ott szerintem a fák mögött rögtön. És így errefele halad tovább. Na mindegy videóban, nem baj, hogyha ott vagytok. Jó, hát persze, neked ott a túravezető, az néha legyen csak rajta a videón. Ja. Neked is csinálok reklámot, hogy... Jó, köszönöm. Túravezetés a 40-esnek a régi nyomvonalán. Hát igaz, hogy csak ketten jöttünk most, de hát majd legközelebb, hát a többen jönnek. Na ezt nézzétek, igen, itt van egy átereszt. És itt volt a régi töltés, ott... Kicsivel arré van még egy őrház is, amit laknak, és némileg át is van már alakítva. De a vasutas múlt azért még úgy láttam, még messzire, hogy látszik rajta. Meg fogjuk majd nézni kicsit odébb. Nem merek jobban lemenni, mert nagyon csúszik itt a töltés. Mert itt is mindent látok, igazából semmi értelme nincs. Na akkor csak, hogy mutassam, ott van az őrház. Itt. Az látszik, hogy ugye a tető az ki lehet rajta cserélve, meg újra lett vakolva, tehát a... Mávos múlt, meg annak egy része így elveszett, de azért ja. Szerintem még... Lehet, ha megnéznénk a másik oldalt, még a padlás feljárót, az például láttánk a vas lépcsőt. Ott is van, látszik hátulról. Ja, aha. Ja, kicsit közelebb kell menni, mert a kamera nem látja. Ja, itt ez a kibavágás, itt lenne megint egy alteresz. Aha, hát csak ugye itt mellette itt van a földút, lehet jobban járunk, ha ott megyünk. De viszont ott az oszlop, úgyhogy jó helyen vagyunk. És egyébként tényleg, igen. És látjátok, ott volt arra egy őrhely. Igen, hát a lakott egyébként, úgyhogy nem olyan tudtuk fotózni. Ezt nézzétek, hát itt kerültük meg ezt a gazos részt, de innen már újra a töltésem vagy. És hát itt errefele tovább egyenesen, és a térképen úgy néztem, hogy visszakanyarodunk a fővonalhoz. Mellé megyünk majd. Igen, mindjárt mellé érünk. Hát még odébb. Na ezt nézzétek, erről jöttünk. És itt volt egy viadukt valamikor. Tovább menni. Vagy hát egy híd, amin át kell venni, és ott arrafele tovább. Hát ezt meg kell kerülnünk, mert... A hírat elbontották. De innen látszik a fővonal is. És pont jön egy vonat itt a... Egy pillanat.
Na igen, ezt nézzétek, akkor mutatom a túloldalról. Az érdekesség, hogy a falnak, vagy a hídnak a pillér félig megvan, mert elkezdték elbontani, és a markológép kanala nem ért tovább. Úgyhogy azt ott hagyták. És a túloldalon még egy-két kő az látszik innen, ugye, ahogy kövenként elkezdték itt kiszedegetni. Hát, és ott is, ott is látni még néhány követ, és igazából valahol errefele kell tovább menni. És ugye innen jöttünk, itt vagyunk a töltésen, ott van egy régi őrhely, lakott. És majd arrafele kell tovább menni itt a villanypásztorok mellett. Ott van egy régi távírópóznának a csonkja, meg egy ilyen területjelző. Van itt még egy régi átelesz is. Ezt is megmutatjuk. Ezt nézzétek, itt volt a régi nyomvonal, most itt állok rajta. Mellettünk itt van az új, és valahol itt csatlakozott be. És itt van egy váltóőrhely, most azt nézzük meg. A csengő helyetén. Megvan a régi váltókezelőtorony, és bizony itt voltak akkor a vágányok, és kicsit később csatlakozott a mostanában, mert ugye szerintem itt nyílt szét a vágány, és akkor arrafele ment tovább. És majd egy kicsivel, majd így jóval később lett. Ja, ugye most mostani állomáshoz, meg az új nyomvonalhoz. Nem semmi. Hát nem úgy néz ki, mint ami lakott, viszont el van kerítve. Ezt érzétek, itt van egy talpa, és ebben még kettő ott arrafele. És hóvirággal. Hóvirágos talpa. Tehát így. Hát, tehát ebben ez volt a régi átmenő. Mindegyik mi megmutatja az az egyenesség. Ja. És abban 300 méterben volt az átszelési pont. Abban három kőbe. Elnézhetünk a másik irányba is, most már az összes kijárat az vödös, úgyhogy valami nem fog jönni semmi, és látszik, hogy és ott van a két ezért a régi vasúti épület is, de akkor a felvételi épület, meg akkor azt mondod, hogy ugyanaz volt, mint most. Így van, ezt ott egy vasutas mondta nekem, aki ott lakik abban. És akkor itt van Kabarigát állást úgy amonnal, és hát ugye így jött valahogy a régi, és így errefele tovább. És ez már a régi nyomvonal, és itt van egy átelesz. Na, nézzétek, akkor itt ment egykor a vágány, és itt volt a másik váltókezelői épület. Szerintek, hát igen, itt volt a régi váltókezelőtorony, és ugye hozzáépítettek egy toldást, hát az nem volt része a koncepciónak, a vasúti épület az a baloldali. De itt ment a régi nyomvonal. Ez menjünk, megy a kadag, hát, mindenhol. Sárba. Jaj, kinőtt az oszlopcsonkból egy fa. Ja, már csak majd a beiget hallok, aztán vissza kell kevernünk hallomásra. És akkor arrafele. Valahogy. Aztán. Aha, és itt van a még a következő átelesz itt a régi nyomvonalon. Egyébként egy sáros földút van most a helyén. És itt van még egy átelesz, csak ebből már sok maradt. Itt is van egy őrhely, és itt van a lakója. Mi a cicc? Ja, ha álljunk velünk. P43, 3000. És itt van az őrhely, és ez még lakott is. És itt van a régi nyomvonal, és ott a másik lakója, ott szalad. Elment pályába járásra. Na, ott van. A másik lakója. Attilának lett egy barátnője. Ja. Ja. Videós a videóban, hallátok. Én ott van a Célmi. Látszik. Csak az van? A 186-os. Akkor 100 méterrel odébb. És akkor arrafele, és akkor mindjárt itt vagyunk az alagútnál. És arról jöttünk. Hát a macska fel van mászva a fára, az már nem jött össze, mert időközben lemászott. És akkor ezt nézzétek, itt van egy vasúti épület, itt volt az alagútőrház. Ja, az alagút. És itt van az alagút, majd úgy látom, nyitva van a... És ez a része, ez megvan így feléig. Ebben úgy tudom, hogy gombát termesztettek. Igen. Viszont középen beomlott, de ebben a másik irányból is be lehet jönni, hogyha nincs nyitva. Belehet. De ebben a másik oldala is nyitva van. Csak középen omlott be. Hát majd megnézzük azt. Ott pedig a gazban van egy szelvénykő. Ez volt az. Na, ezt nézzétek. Hát. Vagyunk az alagútban, hát most az éjszakai üzemmódba próbálok valamit. Még annyira, csak én nem nagyon látszik, de a tetejét azt összekormolták a gőzösök, az hótfekete. Hát, megyünk addig, ameddig tudunk. Innen felül egy 150 métert lehet bemenni.
gombatermesztést már nem használják. És ebben hány méter, olyan 300 méter közül van? 200 az egész. 200? És a beomlásig innen tudunk menni 150-et, a túloldalról meg 50-et. Aha. És ívbe fekszik. Igen, igen, azt látjuk, hogy kifli alakú, tehát itt a középen már tök sötét van. Igen. Én nem láttam ilyen izét, lugakat a falba. Ebben nem tettek. Nem, hát egy-két helyen biztos van, mert hogy be tudjál állni valahol, hogyha jön a vonat. Nem láttam, amikor bambultam. Vagy lehet, hogy ez azért, mert szélesebb. Elképzelhető. Hát mert ugye itt a középen van a vágány, akkor ebben a szélén elférsz. Egyébként úgy tudom róla, a vasutas újságból, hogy ezt kitakarásos módszerrel építették. Tehát, hogy letermelték a tetejéről a földet, és úgy kezdték építeni a falazatot, és amikor kész lett, akkor visszahordták rá. Ja, tehát akkor tehát először kiásták a hegyet, aztán megcsinálták magát az alagútot, és akkor utána visszatették. Igen. Hát a kis föld alatt itt építették, hasonlóan kiásták, ott a lukat lebetonozták, és akkor meg volt az alagút. Aha. Ez az Attila, amit elnézünk filmben. Azért, hát nekem is telefonnal kéne világítani. Na, itt csinál, próbálj úgy, hogy a falra rávilágítasz közelről, és úgy pasztázol fölfelére is, hogy lássa esetleg a kormozást, vagy valamit. Hát, nem látja. Nem másodét. Annyi fényt ez nem ad. Aha. Ez sima LED lámpa. Ez arra jó, hogy ugye a kameránál megvan ez az éjszakai üzemmód, tehát az valamit lát. Uh-huh. Én meg mondjuk így a lábam elé világítva. Látok annyit, hogy ja, és itt már sem, hogy hová lépek. El is érünk a végéhez. Tudod, arról majd tudok érdekességet mutatni a falba. Ilyen fehér, nem tudom, mi képződmény van a termésköven. Nem tudtam, hogy sóleparlás, vagy valami más. És akkor itt a vége. Ennyi. Eljöttünk a végéig. Látszik-e valami a betonból? Igen, ezt látom. Ah, itt a vége. Hát ez egy sima betonfal. Itt, ahol beomlott, ott elfalaszták. Na, több állat, ha kellett, és itt a vége. Fekete-fehérbe. Hát annyi, igen. Tehát mondom, hogy kifli alakú az alagunk. Akkor megnézzük ezt az épületet is, ha már itt vagyunk. Ja, ez egy őrház volt, innen vigyáztak az alagútra. Azt a pár épületet, az biztos később építették ide. Amikor az a gombatermeléshez használták. Hát... Ja, ez volt a szoba. Ó, van itt egy sezlony. Kicsit szétkapva. Ott meg valami kabát felakasztva. Szekrény. Hát, miért, hogy mit kell venni? Hát, az olyan, mint egy konyha szekrény. Hát, meg egy nőklapja. Van néhány újság itt szétszórva. Ja. Van egy pár pecabot. Itt is van egy pár dolog. Hopp, itt egy sufni. Ott egy régi fényképező. Igen, meg egy-két kanna. Még egy sufni. Hát egy kalácsonyfaizzó, és nagyjából ennyi. Hát itt is van minden, azt már látom. Meg egy befalazott ajtó. És ennyi. Sok minden más itt sincs. Egy munkavédelmi sisak, egy hűtőszekrény, egy babakocsi. Meg egy tölcsér. Egy fél pár cipő. Leltározzak még? Van itt egy-két dunszos üveg. Ja, és akkor errefele menne tovább egyébként 20 tóltig a gyomvonal, de arra mi most nem megyünk, de
nagy nehezen sikerült ide lejönni, és itt van az alagút. A másik oldalon, ami gyárgézem belőlem is. Na nézzük akkor az éjszakai üzemmód. Hát, nagyjából ugyanazt lehet itt is látni. Annyi innen sötétebb talán. Hát meg ez a rövidebb szakasza. Igen. Mert talán látom a betonoltának, mivel nem tudom, nem én zavarom. És ennyi, hát itt igen, itt elmegyünk az ívig, aztán már rögtön ott is a vége. Hát ez ennyi volt. És annyi. Ez mi? Ez egy benzines panna volt. Ennyi? Nincs tovább? Ilyen gyárgézem, egyelőre még egy kicsit elmegyek erre fényen. Itt van az a malmon kanna, valahol amiben beledugtam az előbb. Mutassak! Ez az, amire céloztam, ez a fehér szín. Ott is van egy... Szerintem a habarcs oldódik ki, hogy olyan tanulásodnak, vagy penész. Szózás, vagy penész mi? Esetleg? Nem, vagy mert, valami, ami kicsapódik ott a falán. Simon csak. Ott van egy malmunkan, abba dugtam bele. És közben visszaérkeztünk a Baligetre. Úgyhogy egyenre még egy órát várni kell a vonatra, hát addig itt a váróteremben leszünk, egyébként semmi nincs a környéken, se bolt, még víz se, egy normális WC sincs az állomáson, csak toj-toj, de a semminél az is jobb, és így mindjárt jönni fog a második vágányon egy vonat, és hát akkor innen kell majd hazamennés, ráadásul csak úgy tudunk, hogy mivel a dombóvári vonatot azt pont lekéstük, kb. 10 percen múlt, ezért most el kell menni Szentlőrincig, a pécsi személlyel, és majd onnan az Intercity-vel a keletibe. És akkor itt vagyunk a váróteremben. Melyik, ameddig várok a vonatra, ennyi kajam, mondd még azt, megeszem, nem kell itt valami. Idegen vezetőnk is Márti telefonozik, vagy nem is ilyen. Jó, azt akarom, hogy Attila, és itt van egy ennyi, ketten mentünk a szervezett túrára. Pihenjük a falra. Körülbelül mentünk 15 kilométert. De jó volt, mégis mindent megtaláltunk. Úgyhogy végül is a tervet teljesítettük. Ja, a gyerekbe tudtuk. Jöhettek volna többen is, de hát nem baj, végül is egyen is be tudtuk járni. Nem vannak a nyárpárk, és még abban légettől még majd megyünk tovább. Majd valamikor egyszer a viadukt fele is. Az most kimaradt, de az a régi alagútig eljutottunk. Ja. Na majd egyszer legközelebb. Addig is, ameddig nem merül a laptop aksia, addig itt videókat nézek, meg feltöltögetem a képeket, aztán meg majd a vonaton töltöm. Úgyhogy sziasztok, majd közel találkozunk. Csak hogy mutatom, hogy én is itt vagyok, na így. De ha nem takarod be a lencsét, még jobb is lesz, én is itt vagyok. Sziasztok!